Hadd hívjam fel a figyelmet Sztojka Ferdinándra, aki egy borzasztó kemény versenyző, és az Európa Bajnokságon ezüstérmet szerzett úgy, hogy a döntőben egy orosz versenyzővel boxolt, akit össze-vissza vert, egyszer rá is számoltak, és mégis az orosz kihozták, mert ez más kérdés, de nagyon, nagyon kemény három mérkőzés vívott, és nagyon jó boxolt. Őről tudni kell, hogy Angliában, Manchesterben él, és ott is edz, és ott elég jól megtanítottak erre a verekedős bunyóra. Nagyon férfias élet boxoló, és nagyon nagy remények elé néz, hogy így folytatja tovább. Na hát, hogyha így felcsigáztál minket, nézzük az első menetet. És a Kecskemény és Üti versenyzőse, menjünk-e szó nélkül, aki szintén nagyon kemény mérkőzéseket jutott be a döntőbe. Most egy jó mérkőzés, és egy szép tiszta ütéssel talál is. Szép balfütés Bauerot, egy kedvenc ütése Ferdinándnak, megint. Nagyon jó variálja a testfejt, és kemény Bauerot, nagyon kemény erős versenyző. Igen. Hatalmas bombákat süt el ellenfelén. Igazi. Élvezetes közönségmeccs. Testütések után balfújtés, balhorog, jobbhorog, test, balhorog, fej, megint. Nagyon kevesünk, régen a kedvenc ütésünk volt ez a balfújtés, balhorog, a mi korosztályunkban annak idején. Hát igen, és be is dobják a jön a törölköző. Ennyi volt. Konkói Krista nagyon jó szemmel és nagyon jó érzékkel látta a versenyzőn, ennyi volt. Nagyon fontos, hogy ne törjön meg a versenyző. Igen, nagyon jó kötésben lévő fiatalemberről van szó. És hát be is váltotta hozzáfűzött reményeidet.